Üdvözlet mindenkinek, itt az infobubble.hu weboldalon, ebben a videóban a Budapest Pride-ról lesz szó, folytatni fogjuk azt a videót, amit elkezdtünk elemezni az előző részben. Ez az egész jelenség, maga a felvonulás, nem csak egyébként a Pride, számos egyéb ilyen jellegű felvonulás létezik Magyarországon vagy a világon. Azt gondolom, hogy egy nagyszerű indikátora annak, hogy hol is tartunk időben. Minél szabadabbnak érzi magát az ember, és minél szabadosabban viselkedik, annál nagyobb a probléma a társadalomban, hiszen az erkölcsöt úgy félretesszük, és a saját szabadságunkat, a saját gondolkodásmódunkat részesítjük előnybe. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az az agymosás, ami most történik, az főleg úgy nagyon nehéz legyőzni, hogy igazából nincs eszköz a kezünkbe, tehát nagyon kevés olyan média fórum van, maradt, ami még szabad. Nem is tudom, hogy mire gondolt ez a karakter, hogy kevés média fórum van a kezükbe, mikor az egész hollywoodi gépezet azon mesterkedik már egy évtizede, hogy ezt az agymosást és programozást felerősítse, amennyire csak lehetséges. Mire is gondolhat egyáltalán, mikor a filmek jelentős része tele van ezekkel a meleg, félmeleg, queer, LMBTQ karakterekkel? Most már nincsen, nem csak hogy mozifilm nincsen, amelyik nem tartalmazza ezeket, hanem gyerekeknek szóló animáció sem. Teljesen mindegy, hogy szuperhős történetről van szó, vagy Pixar legújabb animációjáról. Minden egyes filmben találkozunk ezekkel a szereplőkkel, és nem is akármilyen módon. Én azt vettem észre, hogy kifejezetten agresszív lett az utóbbi időkben ezeknek a karaktereknek az ábrázolása olyannyira, hogy az szinte nézhetetlenné teszi a filmeket. A feminizmus már lerombolta egy jelentős részét a narratívának, és most, ami ezzel az inkluzív LMBTQ figurákat reprezentáló hozzáállás illeti, nem értem ezért, hogy mi az, amit szeretne ezen kívül még. Az iskolában tanítják ezt, legalábbis Nyugat-Európa szerte. Tele vannak a zene, moziklippek ezzel, a sajtó egy jelentős része, akár nyomtatott, akár online. Már lassan oda jutunk, hogy bárki, aki konzervatívabb nézeteket vall, az extrém szélsőséges fanatikus lesz, és kívül találja magát a társadalma. Nem fog beleférni ebbe az interjúba, ez egy nagyon-nagyon hosszú út, szerintem évtizedekben kell gondolkozni, és nem nálam vannak a válaszok. Van szerepe persze a politikának, az edukációnak, egy csomó mindennek szerepe van, elfogadónak kell lenni, nem is értem, hogy ez miért probléma. Oktatáson múlik, a sajtón múlik, meg rajtunk múlik azon, hogy kinyitjuk a szemünket, hogy kinyitjuk a fülünket, odafigyelünk egymásra, és megértjük azt, hogy attól, hogy másoknak rosszabb lesz, attól nekünk nem lesz jobb. Az egyik, amit említ, az ugye az oktatás és a sajtó, ami a propagandát szolgálja. Az oktatásnak nincs más jelentősége az emberiség életében, mint az, hogy megadja a birkáknak, meg a nyájnak az irányt, hogy merre kell menni, hogyan kell gondolkodni. Ez az egyetlen funkciója. Természetesen vannak mellékhatásai, az ember nyilván tájékozottabb lesz, már hogyha azt a rengeteg hazugságot, ami ott elhangzik, levonjuk ebből az egészbe, lexikális tudása bővül, valamilyen szinten, talán intelligensebbnek mondhatja magát a végén, azonban ennek van egy ára, és ez a program lesz, amit az ember letölt az elméjébe, és aztán igen nehéz lesz attól megszabadulni, ezek az emberek demonstrálják ezeken a felvonulásokon. Egy olyan város, ahol az LMBTQ emberek nem szabadok, ott senki sem szabad. Egy olyan város, ahol a romák nem szabadok, ott senki sem szabad. Egy olyan város, ahol a diákok nem szabadok, ott senki sem szabad. És ezek mind szlogenek, semmi más, ez az egész nem szól semmi másról. Csak vezetni a nyájat egy bizonyos úton a meghatározott cél felé. Őt nem érdekli az, amiről beszél. Ezek politikusok, ők azt mondják, amit mondaniuk kell, amire gondolják, hogy az emberek hallani szeretnék. Ezért mondja ez. Ezeket a szloganeket elmondták Amerikába előtte, Nagy-Britanniában, Nyugat-Európában, mindenhol a világon. Ezeket a primitív dolgokat ismételgetik. Az ember felszabadul, mikor megérti azt, hogy a politikusokat nem érdekli a sorsa. Teljesen mindegy, hogy mit mondanak. Nem érdekli őket. Ami őket érdekli, az az, hogy bennmaradjanak a hivatalba a következő választások után is.
És ők hajlandók ezért mindent mondani. Hogy nem látja valaki, hogy ez egy hazugság, amiről ez beszél, ez a rejtély számomra. Éppen ezért egy város, egy ország, egy hazat csak akkor szabad, ha egyben szolidáris is. És mindig, amikor kiállunk a saját jogaink mellett, akkor kiállunk mindenki mellett, akit a hatalom el akar taposni, akit a hatalom céltáblának akar használni. De tudjátok, a politikában, ha valaki céltáblává válik, pont akkor a legnehezebb eltalálni, ha minél nagyobb. Ezért kell, hogy megszervezzétek magatokat. Ezért kell, hogy sokan itt legyünk. Milyen ökörséget mondod? Tudjátok, a politikában, ha valaki céltáblává válik, pont akkor a legnehezebb eltalálni, ha minél nagyobb. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!